A Szerb Matica könyvtárában 2011 óta havi rendszerességgel egy-egy kiemelkedő hazai vagy külföldi irodalmi, történelmi, könyv, illetve folyóirat történeti jubileum kapcsán alkalmi kiállításokat szerveznek. A ma megnyílt Petőfi kiállítás idén a 15. ilyen bemutató. Petőfinek rövid, de gazdag élete volt. A kiállításon a költő irodalmi munkásságát mutatjuk be a születésétől a politikai szerepvállalásáig. A prezentáció 134 diakockából áll. Az érdeklődők megismerkedhetnek Petőfi életével és munkásságával. Heinermann Péter elmondta Petőfi verseit Gyura Jaksics, Blagoje Brancsics és Jovan Jovanovics Zmaj fordították le szerb nyelvre. Ezen fordítások is megtalálhatók a kiállításon. Anyagában. Mindannyian nagyon fontosnak tudjuk, hogy az egymás kultúrájában alkotó írók, költők és ezeknek a kultúráknak az átjárhatósága nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy mindannyian otthon érezzük magunkat nem csak a saját kultúránkban, hanem a másikéban is. Ennek a szerepkörnek fő hordozói az egyes fordítók, műfordítók, akik az eredeti műalkotást átültetik a másik nyelvre, itt most épp szerbre, úgy, hogy az egy új dimenziót, egy új minőséget nyerjen. Így van ez Petőfivel is. Száva Babic könyvéből tudjuk, hogy 500-on felül, talán már 600-on felül is azoknak a Petőfi verseknek a száma, amelyeket szerb nyelvre lefordítottak. Érdekességként megemlíteném, hogy a költő születésének 200. évfordulója alkalmából a szerbiai posta Petőfi Sándort ábrázoló bélyeget bocsátott ki, amit szintén láthatnak a kiállításon. A tárlat november 19-ig tekinthető meg, hétfőtől péntekig reggel 7:30-tól este 7:30-ig, szombatonként pedig 7:30-tól 14:30-ig látogatható. A Szerb Matica honlapján is elérhető a kiállítás.